Önök a Szentes Televízió pénteki híradóját látják 2024. szeptember 6-án 19 órakor. Köszöntöm Önöket! Főbb híreink röviden. Megtartotta utolsó ülését a Csongrád vármegyei közgyűlés. A tanácskozás vita nélkül ért véget. Új személyszállító járművel gazdagodott a Szentesi Családsegítő Központ. A kis buszt alapistói tanyagondoki szolgálat használhatja a jövőben. Kijavították az útibákat Nagymágocson a Kossuth utcán. 12. évfolyamos fodrásztanulók tartottak bemutatók szüleik számára a Dancsó Erika Szépészeti Oktatóközpontban. Megérkezett a kecskeméti bázisra az első magyar KC-390-es Millennium típusú katonai szállítógép, a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár kecskeméti bázisára. Az akár 26 tonna hasznos terhet is szállítani képes géptípus magyar változata alkalmas lesz légi utántöltésre és intenzív ellátásra szoruló betegek vagy sérültek ápolására szolgáló betegágyak fogadására is. A katonai szállítógépet egyrészt a hatalmas teherbírása teszi különlegessé, hiszen a maximális felszálló súlya 87 tonna. A repülőgép összesen 80 katonát tud elszállítani, légideszant feladat végrehajtása esetén 63-at, kimenekítés esetén pedig 74 sérült és 4 intenzív ellátásra szoruló katona szállítására alkalmas. A repülőgép maximális teherrel 2000 kilométerre, kevesebbel azonban akár 4-5000 kilométerre is képes elszállítani rakományát, de két beépíthető póttartája akár 8000 kilométerre is növelheti hatótávolságát. A légierő flottája sugármeghajtású, könnyű kiképző repülőgéppel, valamint újabb 4 Grippennel is gazdagodik a közeljövőben. Megtartotta idei utolsó közgyűlését a Csongrád-Csanád vármegyei önkormányzat, ahol 12 nyílt és 2 zárt napirendi pontot tárgyaltak meg. A tanácskozás gördülékenyen, vita nélkül zajlott le. A közgyűlés a 2019-től 2024-ig tartó 5 éves ciklusát zárta le 2024. szeptember 6-án. Az új összetételű megyei önkormányzat októberben tartja alakuló ülését. Vita nélkül lezárult az 5 éves Csongrád-Csanád vármegye önkormányzata közgyűlése. A közgyűlésen a megjelentek 14 napirendi pontot tárgyaltak, melyekben egyhangú döntések születtek. Az 5 éves ciklus lezárásáról, annak értékeléséről, tapasztalatairól a közgyűlés elnökét Gémes Lászlót kérdeztük. Ennek a közgyűlésnek az utolsó évi rendes közgyűlése volt, viszonylag jó hangulattal telt el, mint ahogy korábban is. Nagyon kevés volt megint a képviselői kérdés, ugye ez többségében annak köszönhető, hogy igen jól előkészített anyagokat kapnak a képviselők. Abban bízok, hogy egy nagyon jó közülés fog összeállni, és azt a munkát, amit eddig végeztünk, tovább tudják vinni. Nagyon-nagyon sok projektet kezeltünk, ugye mi pont az a közülés voltunk, az az időszak, amikor az előző operatív programok zárása történt, ami nem kis feladat volt, ide még sikerült közel 10 milliárd forint fejlesztési forrás pluszba behozni. Itt így nagyon sok bölcsöde, beltöleti út és csapadékvíz csatorna épülhetett még az előző operatív programból, szinte mindegyik el is sikerült a megye településeinek számolni. Tehát a mi vármegyénk az, aki a dobogós helyen van az EU-s pénzek elköltésével és elszámolásával, és az új operatív program plusznak is a tervezése teljesen ránk hárult, és a források szinte mondhatom azt, hogy 90%-ának az elosztása is. Nagyon sok pályázat ment be, a települések részéről is rengeteg nyertes pályázat van, talán összesen 3 települési pályázat kerül forrási jár miatt talán elutasításra, de erre is, hogyha lesz a jövőben még forrás, ugyanis terveztünk még kiegészítő forrást, akkor ezek a pályázatokat is ki lehet majd elégíteni. Valószínű, hogy újra be kell adják a települések, és utána fognak tudni nyerni, de én azt gondolom, hogy nagyon sok munkát végeztünk, és bízunk benne, ezt a munkát tovább viszik. Rengeteg kerékpárutat terveztünk, sok főutat újítottunk föl, turisztikát egybe tartottuk a megyébe, itt is be vannak adva már a pályázatok, bírálatokra várunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy jó együttműködés volt az elmúlt 5 évben, és bízok benne, hogy egy új közgyűléssel is lesz jó együttműködés. Én mondtam, hogy a jövőben is nyitott vagyok arra, hogyha keresnek a képviselők, akkor szívesen megosztom a tapasztalataimat, tudásomat, amit az előző 5 évben vagy munkámat végeztem, szívesen segítek bárkinek. 5 jármű alkotja az éppen 20 éve létrehozott Szentesi Tanyagondoki Szolgálat járműparkját. Ebből alapistói körzet feladatait ellátó kis buszt most lecserélik egy új, légkondicionálóval ellátott, magasított Ford Transit személyszállítóra, amely már meg is érkezett a Családsegítő Központ udvarára.
Egy 9 személyes magasított, légkondicionált új Ford Transit gépkocsit vásárolt a Családsegítő Központ a tanyagondnoki szolgálatok ellátására. A tanyagondnoki szolgálat éppen 20 éve alakult, az első gépkocsit 2004-ben vásárolták. Mindig is pályázatból sikerült autókat szereznünk, egész addig, amíg el nem értük az öt tanyagondnoki körzetet, amely Szentes külterületére szükséges. Így jelen pillanatban a legfiatalabb autónk most 10 éves, a legidősebb pedig 20. Ennek következtében azért már az utóbbi években el kellett gondolkodni azon, hogy hogyan lesznek ezek a gépkocsik majd megújítva, hisz azért egyre több szervizköltséget kellett számolnunk, egyre többet kellett ezeket az autókat már javítatnunk, és mivel az látszik, hogy erre pályázat azért nem valószínű, hogy lesz mostanság, ezért egy tervet kellett összeállítanunk, hogy néhány év alatt ütemezve a beszerzéseket, de szép lassan el kell kezdeni és lecserélni ezeket a gépkocsikat, és a mögöttünk látható autó valóban napokban érkezett meg, és ez ennek a tudatos gépkocsi cserének az egyik eleme. Így egy Land Rover, teherszállításra alkalmas járművek és egy kis busz alkotják a járműparkot, a legújabb beszerzés pedig direkt az idősek kényelmét szolgálja. Így, hogy mindenféle autónk van, így azt gondolom, hogy folyamatosan lehet az éppen jelentkező igényekhez, szükségletekhez igazítani a gépkocsikat is. Pályázati forrás nem állt rendelkezésre a beszerzéshez. Való igaz, hogy erre konkrétan teljes összegben nem tudtunk pályázati forrást szerezni, de igyekeztünk más támogatásokat, így azért van ebben jelentős uniós támogatás. Igaz, hogy nem konkrétan a buszra kaptuk, hanem egy egyéb segítő szolgáltatást támogatására kaptunk az elmúlt években uniós pénzeket, amelyeket gyűjtögettünk, és most itt ebben manifesztálódik. Másrészt a tavalyi évi pénzmaradványunkat hoztuk át erre az évre, illetőleg bizony az önkormányzat is adott támogatást ehhez a gépkocsihoz, és hát az előző autónkat, amely viszont pályázati forrásból vásároltunk, az most eladásra kerül, így valamilyen módon azért mégiscsak pályázati forrást is sikerül visszaforgatni ebbe az autóba is. Az új jármű előreláthatólag a lapistói körzetbe kerül, ahogy a régi gépkocsit kivonják a forgalomból. A tranzit tárolása is új feladat elé állítja a Családsegítő munkatársait, már épül a beálló számára. Nagymágocson idén is folytatódott a közutak megújulása. Legutóbb a Kossuth utca egy része kapott új aszfaltot, ezzel kijavítva a korábbi útsüllyedéseket. Nagymágocs önkormányzata lehetőségeihez mérten törekszik arra, hogy a beltéri utakat megújítsa és karban tartsa. Ennek keretében a Kossuth utcán közel 200 méteren megújult az útburkolat. A beruházás 5 millió forintba került. A települési infrastruktúra egyik alapja, illetve hát az élhetőségnek az egyik alapja, az a jó közlekedésnek a lehetősége, legyen az gépjárművel, kerékpárral, úgyhogy az útfelújításnak mindig prioritásnak kell lenni véleményem szerint Nagymágocson. Úgyhogy ennek tettünk eleget ezzel a kis beruházással, mert annak idején a Kossuth utcánkon keresztül, vagy a Kossuth utcát érintően valósult meg egy ivóvíz minőségjavítási projektnek az egyik regionális cső vezetékének a fektetése, és valamilyen oknál fogva nyilvánvalóan nagy szárazság lehet ennek az egyik előidézője, az alap megsüllyedt, és magával húzta az aszfaltburkolatot, és ennek a kijavítása történt meg a napokban itt Nagymágocson a Kossuth utcán. A Kossuth utca az egyik legforgalmasabb belterületi szakasz Nagymágocson, így fontos volt, hogy a zavartalan közlekedés fenntartása mellett minél gyorsabban végezzenek a munkálatokkal. Itt ha egy napig, ha 10 napig tart a beruházás, tehát mindenképpen ugye sok időnek tűnik, de én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan megvalósult ez a beruházás, mert történt alapcsere, ezt követően pedig ugye alapépítés, és utána pedig az aszfalt burkolatnak a megalkotása. Egy hét és pár nap alatt ez megvalósult, úgyhogy én mindenkinek köszönöm a türelmét, és bízom benne, hogy sokáig fog tartani ez az út felújításnak az eredménye, tehát maga a jó út.
de ehhez az is kell, hogy olyan minőségben, olyan kulturáltan történjen a közlekedés, ahogy azt a helyi rendeletünk is megalkotta, illetve rendelkezik erről, hogy túlsúlyos gépjárművekkel, nehéz gépekkel nem nagyon ildomos ezt használni, mert azért ezek az út-aszfalt alapok, ezek azért a 40 tonnán túl már nem nagyon bírják. Tehát nem csak Nagymágócson, bárhol másutt is. Úgyhogy ezt erre vigyáznunk kell, meg kell őrizni, mert az útépítés egy rendkívül drága tevékenység, úgyhogy elegendő azt egyszer megcsinálni, úgyhogy vigyázni kell rá. Szebelédi Endre hozzátette. Ez egy minőségi előrelépés, viszont a kátyúzás és útfelújítás egy örök harc, akár csak a járda felújítás. Mi azon vagyunk, hogy ennek a lehetősége Nagymágocson mindig meglegyen, és ha nem is a leggyorsabb ütemben, de folyamatosan kívánjuk újítani ezt a jellegű infrastruktúrát is. Első alkalommal tartottak bemutatót szüleik számára a 12. évfolyamos fodrásztanulók a Dancsó Erika Szépészeti Oktatóközpontban. Az ötlet egy szülői értekezlettel indult, és egy nagyon színvonalas show kerekedett belőle, ahol a diákok megmutathatták, hol is tartanak tudásban. A közönség által legügyesebbnek bizonyult 4 fodrásztanuló jutalma egy-egy belépő lett a szeptember végi Budapest Hair Show-ra. A végzős nappali tagozatos fodrásztanulók egy bemutató keretében adtak számot eddigi tudásukról szüleiknek szombaton délután a Dancsó Erika Szépészeti Oktatóközpontban. Az ötlet teljesen új, ilyen még nem volt a központ életében. Hát először egy szülői értekezletnek indult, ahol szerettük volna bemutatni, hogy hol tartanak a gyerekek, és számomra nagyon fontos, hogy motiváljam azokat a tanulókat, akik a velünk együtt dolgoznak, és tényleg átadjam a szakmának a szeretetét, és azokat az élményeket, amiket megtapasztalhatunk. Nagyon büszke vagyok rájuk, tényleg leírhatatlan, amit most érzek. Az meg, hogy miért fontos, tényleg a komfortzónájukból egy picit jó, hogy kiléptek, és bármennyire is tiltakoztak első körben, most, hogy ezt átlépték, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy önbizalommal fogja eltölteni, és egy újabb víziót, egy újabb célt tudnak kijelölni, egy újabb utat a szakmán belül. A pár perces bemutatót több órányi előkészület előzte meg, melyet Erika felügyelt. Maga a formákat, a vágásokat előkészítették, tehát azért próbáltuk azt, hogy azt biztosítani, hogy azt a biztonságot megadjuk, és tényleg ezért volt ez az 5 perc. De voltak olyan tanulók, akik borzasztó bátran, nagyon nagy önbizalommal, bátorsággal rendelkezve álltak oda, és készítették el. Volt egy olyan tanulónk, aki 2 is bevállalt az egy modell helyett, szóval szuper volt. A szülőkből álló közönség szavazhatott a 12 végzős fodrász tanuló munkáira. A legtöbb szavazatot kapott 4 diák, Túri Renátó, Bánfi Ádám, Jószai Dóra és Harmad Fanni ajándékbelépőt kaptak a 2024-es Hair Show-ra, az ország legnívósabb fodrász rendezvényére. Szeretném a tanulójaimat motiválni ezzel is, hogy igen, tűzzenek ki újabb célokat, nagyokat, induljanak el, csinálják, és bárhol ott lehetnek. A 13. évfolyam az új szakképzési törvény szerint, amely a duális képzés keretében a szakképző intézménynél tölti az utolsó évét, mielőtt szakmunkás vizsgát tesz. Hogyha minden egyes évfolyamnak innentől kezdve a tanév kezdetekor csinálunk egy ilyen kisebb létszámú, csak szülők és közeli hozzátartozós bemutató jellegű rendezvényt, amire fel tudnak készülni a nyári gyakorlat alatt, majd a szakmunkás vizsga előtt is csinálunk egyet, ahol már kibővített létszámmal, mondjuk 120 felőtt tudják megmutatni az, hogy mi az, amit csináltak, azért szűrhető lesz a különbség, úgy gondolom, a 9 hónapban. És mindenképpen gyakorlati tapasztalatot biztosít a tanulók számára. Ezzel pénteki híradónk véget ért, a reklámok után következik a Szentes Annó című műsorunk Karikó Tóth Tibor szerkesztésében. Híradóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ismét. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Ez volna. Itt van. Itt is 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 van. Mindenhol megy a net, anya? Megy, kisfiam. Mindenhol megy. Tanévkezdésre 31.500 forint készülék kedvezményt adunk új otthoni gigabit net előfizetésed mellé. Vodafone. Köszöntöm a Szomszédvár nézőit! Lassan vége a nyárnak, legalábbis a naptár szerint. Az időjárás azonban szerencsére még mindig kirándulásra csábít. Mutatunk is néhány látnivalót, amiért érdemes útra kelni. Jöjjenek velünk, kalandozzunk együtt Magyarországon! Aki szereti a kalandot, az most figyeljen! A sűrű nádasok és a nádasba záródott, szinte zavartalan belső tavak élővilágát mutatják be. A Fertőhanság Nemzeti Park szakemberei egy kalandos 6 kilométer hosszú kenutúra alatt. A résztvevők számára izgalmas élményt és kellemes mozgást jelent evezni a Fertő nyugati oldalán, a Csárda csatornán keresztül egészen a Kládler tóig. Az evezőt itt a hátsó felén fogjuk meg alapvetően a domináns kézzel, nagyjából egy vál szélességben kell ezt megmarkolni, hogy kényelmes legyen, és a kenu szélétől szépen 90 fokban egyenesen, ahogy mondták, lapjával húzzuk, élével pedig kormányozzuk hátul. Mutatja az evezési technikát Babos Attila, a Fertőhanság Nemzeti Park túravezetője. Aki a kenu túrára ellátogat, annak először ezeket a mozdulatokat kell megtanulnia, hogy közlekedni tudjon a Fertőtó szűk csatornáin. A kenu túrákat jelenleg a szezonban 3-szor tartjuk meg, minden kedden, csütörtökön és szombaton várjuk az érdeklődőket, és alapvetően ebben a nagy melegben nyilván mindenkinek a vizet és a nap elleni védelmet, itt nem csak a naptejre kell gondolni, hanem hogy rajtam is látható kalap, és akinek van valami rövidebb, hosszú ujjaja, az is érdemes, mert tényleg erősen tűz a nap, és nagy a UV-sugárzás is. A Fertőhanság Nemzeti Park szakvezetővel látogatható területeit mutatják be az érdeklődőknek, melyek nagyszerűen reprezentálják a Fertőtó érintetlen, fokozottan védett területeit és ezek élővilágát. A Fertőtó hazánk második legnagyobb tava, hogyha úgy vesszük a Tisza tavat nem számolva. A Európa második legnagyobb nádasa található itt, egy gazdag madárvilággal. A Nemzeti Parkban ugye több mint 300 madárfaj fordul elő, ennek fele itt is fészkel nálunk. Többek közt nagykócsagok, vörösgémek, szürkegémek, mindenféle egyéb nádi és parti madarak, amik itt előfordulnak. Most nyílik a rendszésénár, az aranysárgú virágú rovaremésztő, de meg annyi csodás élőlényt lehet megfigyelni a nádasok körül ezekben a napokban. Nem csak kenuval, akár elektromos hajóval is túrázhatunk a Fertőtó nádasai között. Ez egy ilyen horgászcsónak típusú hajó, Kecskeméten készült a Híres Yacht Kft.-nél. Egy német erőforrás hajtja, egy torpedó cruise, 2 litium akkumulátorral, 4 kW-os motorral. Csendben hajózunk hát tovább a sűrű nádasok labirintusában, ahol nem nehéz eltévedni. A hajózási szabályzat az, ami a hajósok ressze. Elsődlegesen, aki vízi közlekedésre vagy a fét, aznak ebből kell vizsgát tennie. Persze vannak engedély nélkül is vezethető hajók, mint például ez is,
hogyha nem fokozottan védett területen, vagy nem túra vezetés keretében használjuk. Néhány szabályt azonban még a legfelkészültebb túrázónak is fontos betartani, még mielőtt csónakba, hajóba vagy akár kenuba száll. A jogszabályokban is előírják, alkoholfogyasztását nyilván itt a túránkon nem engedélyezzük, valamint a mellények viselése kötelező, hogy a legtöbb vízi járműben, és hát csak és kizárólag tapasztalt túravezetővel érdemes, mint hogy említettem, itt különösen játszik, hiszen számos elágazás van, labirintusszerű, aki nem ismeri ki magát, az eltévedhet, de ez más vízfelületekre is igaz természetesen. Még az úszni jól tudók is minden esetben viseljék a mentőmellényt, figyelmeztetnek a szakértők. Mentőmellény az kötelező felszerelési eszköz mindenken a túrán, minden hajós túrán kötelező a viselése. Első és legfontosabb feladat, hogy fenntartsa az embert a vízen. Vannak rajta ilyen kis fényvisszaverő fóliák, amik a esetleges elveszett emberek megtalálásában segít, illetve hangjelzésre alkalmas kis síp is található rajta. Ezt ugye a Titanicból is ismerhetjük a záró részeknél. Az időjárás egy igen kiszámíthatatlan tényező, ezért minden túra előtt érdemes informálódni arról, hogy milyen idő várható a következő órákban, napokban. Az utolsó pillanatban is ellenőriznek el az időjárás előrejelzést. Rossz időben abszolút nem érdemes kimenni, csak veszélybe sodorjuk magunkat. Tehát bármi, ha villámlik, nyilván vizen elektromosságot remekül vezeti, ilyen esetben abszolút tilos is elindulni, de erősebb szél esetén is komoly problémát. Első körben még csak esetleg nehezíti a kormányzást, később meg már a hullámok akár meg is boríthatják a kenut. Ha esetleg bekövetkezne egy ilyen eset, mert valami valósul el, akkor nyilván fontos, hogy az ember életre figyeljünk elsősorban, próbáljunk menteni, de ezt úgy kell végrehajtani, hogy magunkat és másokat ne sodorjunk veszélyben. Így nyilván, ha nem érezzük magunkat megfelelően rátermetnek arra, hogy mentsünk, akkor inkább hívjuk a segítséget. A Fertőtó csárda csatornáját Sűrűnben ötte a nád, így a túra ugyan vadregényes, de hordozhat veszélyeket is. Ha sűrűn ádasba megyünk, akkor ne fogjuk meg a nádat, el tudja vágni a kezünket, ugye nagyon éles, erre még a Matula bácsi is felhívta figyelmet annak idején. Illetve, hogyha kezdő kenuzóként jövünk a vízre, akkor mindenképp figyeljük, hallgassuk meg a balesetvédelmi és a kenuzás praktikus szabályra vonatkozó oktatást. Enélkül nem is megyünk be ugye a vízre, és ugye amikor kiérünk, elvileg már mindenkit kiképzünk profi evezőssé, úgyhogy ez egy jó iskola is annak, aki még nem evezett. A forró nyári időben nincs is jobb, mint a vízparton hűsölni, vagy egy izgalmas vízi kalandra indulni, de ne feledjük, hogy a víz nem csak szórakoztat, hanem veszélyeket is rejt. Éppen ezért csak tapasztalt, az adott szakaszt jól ismerő túravezetővel kelljünk útra. A múlt címmel rendeztek veteránautó kiállítást az Egri Bor ünnepén. A Ladától kezdve a Bogárhátún át a 80-as évek Mercedeséig sokféle autót csodálhattak meg a látogatók. Hagyományosan a Hoffer traktor beindításával kezdődött a borünnep. A múlt század közepén használt, izzófejes monstrum életrekeltését többen érdeklődéssel figyelték. A különleges gép része a Jármű Örökségeinket Őrző Egyesület kiállítási kollekciójának, amely az Egri Bor ünnepe alatt tekinthető meg. A tárlatot nem csak mezőgazdasági gépek, hanem igazi klasszikus autócsodák is színesítik, ilyen például ez a Fiat 500-as, de a szocialista korszak jellemző autói is felsorakoznak. Nem csak veterán autók vannak a tárlatban, egy fiatal pár a Verdák című meséből ismert matricát is kiszúrta. Nekem meg ugye személy szerint a Porsche az egyik kedvenc autóm, úgyhogy a mesét meg szeretem, a kettő összejött. A 2015-ben alakult az Egyesület, igazából azzal a céllal, hogy nagyon sok veterán jármű tulajdonos és kedvelő van itt ebben a városban, akik összekovácsolódtak, és azzal a céllal, hogy megőrizzék és ápolják ezt a veterán autók iránti hagyományt és szeretetet, és hogy az utókornak fennmaradjanak, és meg tudjuk mutatni ezeket évről évre, és szinte minden klubtagunknak minden évben vannak új szerzeményei, új felújításai, amiket
itt mutat be a közönségnek. Az idei évben a legnagyobb a háború előtti felhozatalunk, ami itt a sátornak a motor-sátor két oldalán helyezkednek el. Az eddigi évekhez képest ez a legtöbb, ami most így újonnan elkészültek. Próbálunk minden évben egyre több szerepet vállalni az országunkban is. Külföldre még nem kerültünk el, de terve van, de hát az elég költséges dolog még egyelőre. De úgy gondolom, hogy Budapesttől a Balatonig, Makóig már mindenfelé megfordultunk, különféle kisebb-nagyobb rendezvényeken, nagyobb létszámba is, kisebb létszámba is, tehát nem mindenhova tudunk ekkora felhozatallal elmenni, de próbáljuk képviselni kisvárosunkat. Nem csak veterán autók, hanem igazi motorlegendák is találhatók a tárlatban. A híres Pannónia gyár egy-egy remek műve is megcsodálható. A helyszínen egy klasszikus babakocsit is kiállítottak, melyet az egyesület egyik tagja nemrég született kisfiának szerzett be. Ez egy itteni gyár. 160 km-ről hoztam haza. Igazi különlegességnek számítanak a két világháború között gyártott klasszikus automobilok, amelynek száma egyre gyarapszik az egyesületnél, árulták el a szervezők. Pántlikától a Keszkenőig címmel egy viseletkiállítás látható Veszprémben, a Bakonyi házban nyár végéig. 10 öltözetet állítottak ki egy magángyűjteményből női és férfi viseleteket vegyesen. A ruhadarabok a Kárpát-medence határterületeiről származnak, többek között Kalotaszegről, Magyarbődről, a Mezőségből és Moldváról. Kásmérból készült virágos szoknya és ing, itt a mellény alatt látható a legjellegzetesebb ruhadarab. Mindenképpen tartozott hozzá virágos rózsás fejkendő, illetve szintén rózsás és rojtos válkendő is. Ami még különlegesség, ez a mellény vagy mellyes, ez a nyári mellény, és van ennek egy téli változata is, amit vastagabban alábéletek is így természetesen jobban szigetelt. Ez a kalotaszegi nagy ünneplő a legdíszesebb darabja annak a viseletkiállításnak, mely a Bakonyi ház hátsó szobájában látható. Valószínűleg egy mennyasszonyi ruha lehetett, erre utal, hogy a kötény széle és a mellény is nagyon díszes, és válpántlika is van rajta. A Lackó Dezső Múzeum időszaki tárlata a néptáncos Nagy Zsuzsanna mintegy 100 darabos viseletgyűjteményéből válogat. Sokat törtük a fejünket, hogy a kiállítási koncepciónkba ez hol fog beférni, és egyértelmű volt, hogy a legméltóbb és legautentikusabb bemutatási lehetőség az itt a Bakonyi házban kínálkozik. Mivel a hátsó szobának a mérete véges, ezért ebből a gyönyörű viseletgyűjteményből erősen válogatnunk kellett, és most úgy döntöttünk, hogy a Kárpát-medence határterületeiről választunk, és így Erdélyből, illetve Felvidékről is, a Délvidékről is, a déli ország határ mellől is választottunk viseleteket. 10 teljes viselet található most a kiállításban, van, ahol páros viselet is van, tehát női, férfi ugyanarról a tájegységről, és vannak, ahol pedig egy-egy viseletet emeltünk ki. Ugye hát ezt tudni kell, hogy a magának a gyűjteménynek a létrejötte, az a Zsuzsa néptáncos múltjával is gyakorlatával kapcsolódik össze, igyekezett az egyes koreográfiákhoz eredeti viseleti darabokat beszerezni, és ezért természetes, hogy a női viseleteknek a túlsúlya az itt is megmutatkozik. Van néhány férfi viselet is, ami látható a kiállításban, de természetesen ez adja azt, hogy nagyobb a választék a női viseletekből. A viseletek kiválasztásánál arra is igyekeztünk odafigyelni, hogy minél több életkornak megfelelően, illetve családi állapotnak, társadalmi rangnak megfelelő, illetve az alkalomhoz illő viselet is bemutatásra kerüljön, ezért vannak nagyünnepi, félünnepi viseletek, és hát mondhatni azt, hogy hétköznapi viselet is megtalálható, és elsősorban az volt a választási elvünk, hogy minél szélesebb skáláját tudjuk megmutatni, hogy mennyi mindent tud jelezni egy viselet, az életkorát, a családi állapotát, vagy éppen azt, hogy hogyan lehet vele beszélni. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, az erdélyi kalapoknak egy külön jelrendszere van. Gyönyörű csillogó, villogó,
flitterekkel van díszítve a maga az ingúj vagy rékli ujja, illetve a válrésznél is, és itt az elején is fémszálas fonallal van hímezve. Ezt a női ruhát a szlovák határ közelében fekvő magyar bődön hordták. Ezen kívül sárközi, moldvai, széki, mezőségi és rimóci viseletek láthatók a kiállításon. A viselet része volt a kötény és a kendő is, utóbbiakból, valamint főkötőkből is látható egy válogatás. Nagy Zsuzsanna, aki a Szilágyi iskola viselettárosa, 20 éve gyűjt tájegységi öltözeteket. A viselet alapvetően ugye van egy alsó ruházat, és van egy a mindenki által látható felső ruházat, és ez akár 10-15 darabot is kitehet, attól függően, hogy mely tájegységben hogyan volt illendő viselni. Mondjuk ha női viseletről beszélünk, természetesen legalább 2-3 alsó szoknya minimum van egy felső szoknya alatt, illetve hát minden magára adó és tisztességes nőszemély a portálról sem kötény, sem kendő nélkül sosem lépett ki. Tehát, hogy a viseleteknek állandó darabjai, tehát hogy ezek nélkül összetetlenek és elhagyhatatlanok, hogyha már férjezett, akkor kötelezően kendőben kell visel, vagy elmennie otthonról, azt kötelező viselnie, illetve a kötény is ugyanilyen ruhadarab. A viseletek közül változó, hogy melyik milyen korban készülhetett. A legrégebbi valószínűleg a moldvai viselet, a moldvai női viselet, méghozzá, mert hogy ott egy ilyen különleges, ma úgy hívnánk, hogy lapszoknyát visel a nő, ez ott a helyi elnevezésben katrinca, és a későbbi változásban, a népviselet változásában ez eltűnik, és ott is egy a kalotaszegélyhez hasonló szoknya váltja föl, úgyhogy emiatt mindenképpen azt mondanám, hogy ez minimum 100 éves, de talán még több is lehet. A viseletek mindig nagyon sokba kerültek, ezért nagy ünneplőből minden asszonynak általában csak egy volt. Hétköznapi öltözékből többet is tartottak a szekrényben. A népviselet jelezte annak korát, társadalmi rangját és családi állapotát is, aki hordta. A viselet tájegységenként változott és anyagi helyzettől is függött. Alapvetően az alsó ruházatot, tehát az alsó ingeket, péntőket, pendelyeket, ugye más-más elnevezése van a különböző ingújak, melyik tájegységen hogy hívják, tehát alapvetően az alsó ingek, kötények, kendők, illetve az alsó szoknyák, azok, amit, illetve a férfi viseletnél is az ing és a bőszáru vászongatja, amit alapvetően otthon készítenek el a család női tagjai. Tehát ugye a len és kender feldolgozás az 1950-es évekig még teljesen általános, a vidéki telepítéseken természetesen, és aki tehetősebb, esetleg nem ő maga készíti el, hanem egy takácstól megvásárolja, de magát a ruhadarabot általában saját maguk szabják az asszonyok, illetve hogyha valakinek van lehetősége, akkor úgymond specialistához fordul. Voltak ekkor is már, nem mondom, hogy női szabók, de hogy akik ügyesebben készítettek viseletdarabokat, illetve a díszes darabokat általában specialistákkal készítették. Mondjuk egy pártát azért nem mindenki állt neki elkészíteni az esküvőjére, hanem elképzelhető, hogy azt készítették. Alapvetően a viseleteknek van egy dress kódja, tehát, hogy a különböző életkor és a különböző családi állapotnak megfelelően, vagy éppen az ember életfordulóinál, ha nehogy Isten gyászol egy család, akkor megvan az íratlan szabálya, hogy mit illik viselni. Körülbelül 3-4 ruhadarabja volt mindenkinek. Tehát voltak hétköznapi ruhadarabok, amik általában házi vászonból készültek, azt ők ugye saját maguk pótolták, és akkor annak a kiegészítőit esetleg megvásárolták, mondjuk a kendőket, azt ritkán készítették otthon, kivétel ugye a mennyasszonyi kendő, amit mindenkinek illett maga hímeznie. És pont emiatt, hogy volt egy hétköznapi, meg egy ünneplő viselet, vagy nagyünneplő és félünneplő, ugye ez még egy különbségtétel. A nagyünneplőt karácsonykor, húsvétkor, pünköstkor illett fölvenni, illetve gyakran ez a mennyasszonyi ruhája volt mondjuk egy hölgynek, a férfiaknak meg természetesen a vőlegényi öltönyük, és ezeket nagyünnepekkor vették föl, ebben pici módosítással kevésbé nemes anyagokat, kevésbé díszítettet vett föl az ünnep másnapján. Ezek voltak a félünneplő viseletek, és a hétköznapi viseletek pedig, ahogy említett, általában vászonból készült viseletek voltak, és természetesen, mivel nem volt gardróbjuk, mint ahogy manapság azt sem tudjuk, hogy mit vegyünk föl, itt azért nem sokat kellett válogatni reggelente, mert hogy hétköznap azt a 2-3 ruhadarabot hordták, és természetesen elhasználódtak, és arról meg nem is beszélve, hogy olyan nincs, hogy hulladék, tehát kiszakad, megfoltozzuk, újrafoltozzuk, aztán mikor már egészen kicsi darab, akkor például fejtekercset voltak belőle a Bakony-Balaton felvidéken, tehát egy tenyérnyi kis textíliát is elraktak mondjuk egy ládába, és akkor felhasználták.
A kiállított ruhadarabokhoz a klasszikus műtárgy feliratok helyett egy-egy szófelhő készült, melyekben az adott viselet különböző ruhadarabjainak helyi tájnyelvi elnevezései olvashatók. A Pántlikától a Keszkenőig című időszaki tárlat szeptember 1-jéig látható a Bakonyi Házban, annak nyitvatartási idejében. Húsz éves Szeged emblematikus épülete a Szent István téri víztorony. A szecessziós stílusú építmény ipartörténeti műemléknek számít. Egyike volt az első vasbeton szerkezetű víztornyoknak, amely sokáig mintaként szolgált hazánk későbbi vízellátásért felelős tornyok tervezésekor. Az öreg hölgy gyakran várja látogatóit is, és nem csak a vízhasználat, a szódakészítés és az épület történetébe enged betekintést, de csaknem 46 méter magasan álló kilátója lenyűgöző látvánnyal fogadja a Szegedre érkezőket. Jelentőség teljesen magasodik Szeged fölé a Szent István téri víztorony. Ez az épület is egyike az 1879-es nagyárvíz utáni városrendezésnek. Éppen 120 éve, 1904. novemberében adták át, bár hivatalos használhatósági engedélyt csak fél évvel később kapott. Ekkor a belvárosi házak építésével együtt egy modern vízvezeték hálózat kezdett kiépülni a városban. Ennek a kezdő pontja tulajdonképpen az a vízműgépház, ahol most jelenleg a vízmű folyamat irányítása működik. A vezetékrendszer végpontja pedig ez a víztorony volt, és a feladata volt tulajdonképpen a belvárosnak a vízellátása, illetve annak a víznek a tárolása. Szeged legrégebbi víztornya Zielinszky Szilárd tervei alapján készült, az épület külső homlokzata pedig szecessziós jegyeket visel, melyeket Korb Fór is álmodott meg. Küllemében olyan, mintha szoknyát viselne, ezért is aggatta rá a köznyelve az öreg hölgy nevet. Ez volt akkoriban a város első és egyetlen víztornya, ezzel látták el Szeged belvárosának lakosságát friss vízzel. Jelenleg ugyan nem üzemel, de működőképes. Egy alapos tisztítás, fertőtlenítés és a csővezeték öblítése után azonnal munkába tudna állni. Most jelenleg Magyarország legidősebb működőképes víztornya. Azért mondom, hogy működőképes, mert jelenleg nem használjuk, de ebben az évben a Rókusi víztoronynak lesz egy felújítása, akkor viszont üzembe fogjuk venni, úgyhogy teljes mértékben működni fog, és a város vízellátását fogja szolgálni. Szeged nincs külön zónákra osztva, ez a víztorony is egységes csővezetékhez tartozik egy összefüggő hálózat részeként. A Szent István téri az ország első működő vasbeton szerkezetű víztornya. Tervezője megelőzte korát, hisz Magyarországon addig még nem létezett ilyen szerkezetű vízellátást szolgáló építmény. Olyan sikeres alkotás lett, hogy a későbbi víztoronyépítésben még évtizedekig szolgált mintaként. Teljes mértékben vasbeton szerkezet, ez a 20. század elején egy új technológia volt, és még nem is nagyon volt referencia erre. Egy időben épült ugyan a kőbányai víztorony, a szegedi víztoronnyal együtt, de még a vasbetonnak a tulajdonságait nem nagyon ismerték. Éppen ezért nem is bíztak benne, kivéve persze Zielinszky Szilárd mérnököt, akinek munkája máig arról tanúskodik, volt létjogosultsága az e fajta szerkezetnek. Ő volt a vasbeton építés meghonosítója. Mind az épület szerkezete, az alapozás, a tartórendszer, a tárolómedence, a csiga lépcső, a zászlótartó, sőt, még a bejárati ajtó is vasbetonból készült. A torony szerkezetét, ha megnézzük, körbenézzük, akkor látható, hogy koncentrikusan elhelyezett 20 darab oszlop tartja a toronynak a saját tömegét, illetve a fönti 1000 köbméteres tárolónak a súlyát. Ezeket az oszlopokat gerendák kötik össze. Ez az oszlop és gerenda rendszer, ez 240 ilyen csomópontot tartalmaz.
A tervezés és a kivitelezés során is már gondoltak arra, hogy ez ne csak víztoronyként funkcionáljon, hanem itt a belváros szívében egy kilátóként is lehessen használni ezt a víztornyot. Ezért egy nagyon kényelmesen járható lépcső vezet föl a 7. szintig, és itt mindjárt a lépcső elején látható, hogy ezt az összekötő gerendát, ami a legbelső és a középső oszlopot köti össze, följebb helyezték el egy 30 cm-rel, hogy alatta el lehessen férni. A 20. század elején mindössze másfél év alatt építették fel, ami a kor technikai vívmányainak figyelembe vételével nagy szó. Csupán állványok és kézierő állt a korabeli építészek rendelkezésére, így már önmagában óriási teljesítmény az épület létrejötte, amely 100 évvel később teljes körű felújításon esett át. 2006-ban kicserélték a vezetékeket, az 1000 köbméteres tárolónak a szigetelése is elkészült, kapott egy befüggesztett fólia betétet a tároló, illetve kívülről megerősítették, hogy a 10 cm falvas tagságú henger alakú tároló bírja az igénybevételeket. Ez a víztároló medence térkorában nyitott volt, de a 2006-os felújítás során egy üvegfallal fették el, így a csigalépcsőtől is külön választották, amely ugyan áthatol a medencén, de a látogatók számára biztonságosan járható. Mert hogy tervezésekor arra is gondoltak, hogy ne csak a vízellátás funkcióját töltse be, hanem kilátó is legyen a városképi jelentőségű épület. A 7 emeletnyi csigalépcsőn mi is felmentünk a 45,5 méter magas toronyba. Kisebb kardioedzésnek is megfelelt a mozgás, de ezért a panorámáért megérte. Évi több hétvégén nyitva tartjuk a víztornyot, jellemzően a vízvilág napjához kapcsolódóan, illetve minden hónap első szombatján látogatható még, illetve csoportokat fogadunk a meghirdetettek szerint csütörtöki és szombati napokon. Kedves nézőink, hamarosan új látnivalókkal jövünk. Tudják, a szomszéd vár. Viszontlátásra! A szomszéd vár műsorát a helyi televízió közreműködésével a Szeged Televízió készítette.